Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Auschwitz 70 évvel előtti felszabadulása és felszabadítása alkalmából rendezett 75 éve szabadult a Auschwitz című konferencián kedves jelenlévőit, előadóinkat, akik már megérkeztek, és vendégeinket egyaránt. Majsági Tamás vagyok, a konferenciát rendező Soha és Kereszténység Kutatóintézetnek a vezetője, és megnyitóként szíves engedelmükkel felolvasnám az intézet által erre a napra kiadott rövid nyilatkozatot. 75 évvel ezelőtt, 1945. január 27-én szabadult fel Auschwitz a sínaiéri kijelentő gyermekeinek és igéinek megsemmisítésére törekvő sátáni gonoszság jelképében vált halálgyár és a hozzátartozott lágerbirodalom. A még életben lévő foglyok számára a Vörös Hadsereg katonái hozták el a szabadság áldását. A Soha emlékezete megkülönbözőt helyet foglal el az emberiség kritikus naptárában. A választott nép elleni ördögi kísérlet a teremtőm és a világ jövőjének alapvető kérdéseivel, a bennünk rejtőző Isten archoz, az emberlét fundamentumaihoz való hűségünkkel szembesít bennünket újból és újból, tértől és időtől függetlenül. Különösen mély szégyenkezéssel és felelősséggel emlékeznek a napon a világ keresztényei, tudván, hogy a náci nacionalista téboly és annak gyilkos tombolása az ő szentírási és dogmatikai hagyományaik, a zsidóságot démonizáló naponkénti hithirdetésük átkos gyümölcse is volt. Nehéz és gyötrelmes az emlékezés azonban a magyar állampolgárokként is. A magát kereszténynek mondó Horthy rendszer, amely állampolitikai rangra emelte a zsidó gyűlöletet és a rasszista, etnicista kirekesztő ideológiát, 1944 tavaszán közigazgatási és nemvédelmi szervei igen aktív közreműködésével, egyedülálló gyorsasággal szűk 2,5 hónap leforgása alatt, mint egy félmillió zsidó testvérünket deportálta az auschwitzi megsemmisítés poklára. A megemlékezés alkalmával imádkozunk a Soha iszonyatát ma is csontjaiban rekesztve hordozó testvéreink lelkének gyógyulásáért, könyörgünk a keresztények megtéréséért, a világunk az antiszemitizmus bűnétől és a testvérgyilkos indulatoktól való megtisztulásáért, és nem utolsó sorban azért, hogy távoztassék el nemzetünktől a Soha jelentőségét és valóságát illetően 7 évtized elmúltával is uralkodó és napjainkban mind félelmetesebb kontúrokat öltő lelki magság. E szavakkal nyitom meg a tanácsadásunkat, emlékkonferenciákat, és felkérem első előadóként Ók Attilát, aki egyszerűen gondolatok címmel tartaná meg a konferenciájuk előadását. Adjon a tesszük. Köszönöm szépen. Remélem a tervére minden emlőn. Tekintettel a viszonylag meghitt légkörre leülnék, kedves kollégák, sajnálom, hogy nincsenek itt többen a kollégák közül, hiszen ez egy a bevezető gondolatokként provokatív. Neki szó, hogy internetet. Persze provokatív akar lenni, de hát az örökké valóságnak is megmaradnak ezek a gondolatok, és remélem, hogy jelenlévők is reagálnak rá. 25 évvel ezelőtt, 1994-ben volt egy nagy konferencia, ami az előkészítésében az a megtiszteltetésért, hogy Brehen professzorral együtt dolgozhattunk, és én ekkor kerültem közel a holokauszt probléma töréhez. Ez volt az első jelentős holokauszttal kapcsolatos konferencia a volt szovjet blokk országaiban, és erre az ötlet képfordulóan tényleg nagyon-nagyon sok erőt. Egy másik dátum, amire emlékeztették, ami sokkal kisebb jelentőségű, az követ idénkkal ezelőtt volt, a Kommentár című folyóiratnak a vasárnapján folyt egy olyan 6-7-8 hozzászólásban volt is vita arról, hogy
mennyire felel meg a nemzetközi sztenderdeknek és elvárásoknak a magyar holokauszt történeti kutatás. És ennek tulajdonképpen a mai napig vannak utolcsengései. Egy fél éven belül három folyóirat, a századunk, a múltunk és a régió szentelt, azt lehet mondani, hogy külön számokat, mert majdnem ezeket megkötött a számokat, holokauszt problémakörének, és az ebben kapcsolatos problémákat pedig Gyáni Gábor fogalmazta össze a Népszavának a 2019. október 20-i számában nagyon-nagyon provokatívan. A tétele az volt, hogy egy új generáció új megközelítésekben próbálja bemutatni a holokausznak a történetét. Az ő érvelése szerint túl sokáig számított meghatározott témának a kutatásban az áldozatok és a tettesek szembeállítása, és elsősorban a tettesek motivumaira koncentrálódott a kutatás. A bírósági perek voltak meghatározó források, és a történet politikai emlékezet politikai vitakérdés a köré koncentrálódott, hogy hát kik és milyen módon járultak hozzá ennek a szörnyű eseménysorozatnak a megvalósításához, és ezen belül leginkább természetesen a magyar elit és azon belül is a magyar politikai elitnek a felelőssége. De Gábor szerint, örülnék, hogy ő is itt lenne, sokat vitatkoztunk erről, ő szerinte ez a megközelítés aktualitását vesztette, az unalomig agyontárgyaltak a per dokumentumokra alapozott tettes volt, nem tettes volt, vagy csak a passzivitása miatt járult hozzá a dolgok, ez a fajta megközelítés. Ő szerinte, és hát ebben egyáltalán nem áll egyedül, az áldozatok tapasztalataira kell a kutatásnak koncentrálni, az ego dokumentumokra, a túlélőknek a helyzetére, és a folyamatos ki a tettes, milyen mértékben tettes megközelítés, az egy aktuál politikai eszmei játékszernek minősíthető. Na most én ezt a megközelítést szeretném vitatni, mert én úgy gondolom, hogy ha mondjuk csak a rendszerváltás utáni kutatásra, aminek ugye az első kiemelkedő eseménye az előremített 94-es holokauszt konferencia volt, én a következő meghatározó eredményeit említettem. Ugye az első az, hogy a megindult, hát most már közel 30 éve, egy teljességre törekvő forrásfeltárás, ugye ez a Karsai Laci online ügyféle nyelvvásár projekt, ami hát nagy anyagi ráfordítással és nagy emberi erőforrás ráfordítással, de arra törekszik, hogy az első zsidó ellenes diszkriminatív törvény és 45 közötti időszakban az összes olyan magyar forrásőrző helyen található dokumentumot, amiben a zsidó szó előfordul, azt összeszedje. Most ez már nem egy millió oldalnál, vagy valami elképesztő mennyiségben. Tehát én úgy gondolom, hogy minden kutatásnál van egy ilyen, ez mondjuk egy mechanikus megközelítésnek is minősíthető, de mégiscsak, hogyha erre van pénz és erőforrás, akkor ez egy nagyon nagy teljesítmény. A másik, és ha jól tudom, ezt a szóhasználatot Kovács Mari vezette be, a pragmatikus és a rögeszmés antiszemita hagyomány vonulatainak a feltárása. Ezen ő azt érti, hogy volt az a fajta pragmatikus, amit mondjuk Bethlenhez vagy Keresztes Visserhez köt, amelyik egy a 1900, az egy első világháború utáni helyzetben, ugye a magyar belső konszolidáció egyik
lehetséges útját a zsidóság befolyásának a csökkentésére. Látja, mondjuk nagyon finoman fogalmazva, és van a másik vonulat, aminek mondjuk, hogy csak egy nevet mondjuk, mondjuk Endre László a képviselő, aki egy rögeszmés, tehát a megrögzött antiszemita gyűlöletteli és aktivitásra kész hagyománynak a másik vonulata. Na most én azt hiszem, hogy mind a két irányban jelentős eredmények történtek, tehát van nagyon sok, ugye ismerjük a, nem csak a zsidó törvényeket, hanem azt a rengeteg egyéb törvényhozásnak, rengeteg egyéb elemét, ami a zsidóság elleni diszkriminációnak a fokozott, lassan fokozódó folyamatát bemutatta. Bármennyire elcsépeltnek látszik, nagy munka volt mondjuk a per dokumentumoknak az elemzése, a világkámítani a per dokumentumoknak a per dokumentumok elemzése, a, ugye hát itt Karsen is, a Csicsis Monárdika, de mondjuk az Újvári Gábornak a hatalmas forráskedvány, ami nem jelent meg a Human Perről, az egy rendkívül alapos, tényleg lehetővé teszi, hogy sokan elmélyülten foglalkozzanak ebben a témakörrel. Na most a következő, hogy én gondolom, ez az ego dokumentumok elemzése és az áldozatok tapasztalatai, ez egyáltalán nem újdonság, hiszen ez a típusú megközelítés már közvetlenül a Soa után is, az első kiadványokban is szerepelt. Például, és most itt nem csak Magyarországra utalok, mert ugye az is a kérdés, ami fel, hogy mennyire tart lépést a magyarországi holokauszt kutatása a témakör nemzetközi kutatásával. Éppen most láttam, hogy megjelent az egyik első ilyen ego dokumentum, aki egy francia, David Rousset-nak, aki a könyve, ami 1946-ban jelent meg, és az egyik első kézből vett beszámoló volt Buchenwaldról. Ezt most adták ki először németül, megjelent annak idején 46-ban franciául és angolul. És ebben az az érdekes, hogy ő nem volt zsidó, ő politikai okokból, ő szocialista oldalon volt, aztán a kommunistákhoz sorolta Franciaországban, és ezért volt Buchenwaldban. De egy rendkívül érdekes kötet, és még számos egyéb könyvet is lehetne sorolni, tehát én nem, de ezt provokálom, tehát a kollégákat, én úgy gondolom, hogy nem lehet elkülöníteni a kutatásnak a fázisait úgy, hogy először mindig csak a tettesekre koncentrált, aztán megpróbált egy kicsit kinyitni az áldozatok felé, és akkor és a tetteseknek a kutatása az alapvetően különböző időszakokban emlékezett politikai és nagypolitikai célokat szolgál, vagy azoknak a vitáknak a középpontjába kerülő téma, hanem ezek többé-kevésbé, hol ebben a hangsúlyban, ahol a hangsúlya párhuzamosan zajlottak, tehát én itt nem húznék olyan nagy cezúrát a korábbi kutatás és a jelenlegi kutatás között. Tehát ez az első gondolat. A második gondolat az, hogy úgy érzem, de mivel ezt nem tudom eléggé sok forrással még előtámasztani, ez inkább hipotézis, hogy az legutóbbi egy-két évben, de mondjuk lenkel egy-két évben, mondjuk amit a magyar emlékezett politikai meghatározó vonulatnak, tehát ami a kormányzat, a Schmidt-Marie-féle tézisek, meg e körül kristályosodik ki, ennek a fő témája változóban van. Ha végig gondoljuk, hogy a rendszerváltás után mik voltak a fő emlékezett politikai témák, ugye legelőször 56. Ugye hát végig is 56-nak az emlékezete volt az a közös nevező, amikor a rendszerváltás után ki lehetett indulni. Akkor volt egy nagyon rövid időszak, tehát 90 körül, amikor emlékezett politikában le kellett folytatni egy alapvitát, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az államalapítás 1848 és 1956 emlékezete, mert el kellett dönteni, melyik legyen 90-ben az első számú magyar nemzeti
ünnep, és akkor augusztus 20-ára esett a választás. De rögtön utána ez az egész problémakör háttérbe szorult, mert jött a Horthy temetés, ugye 93. szeptemberében, és akkor ugye előtérbe került a rendszernek, az új rendszernek a viszonya a Horthy rezsimhez. És azóta hol nagyobb, hol kisebb intenzitással azért a Horthy rendszer megítélése, annak a korszakolása, az egy meghatározó eleme volt a személyzetpolitikában. Na most ezt, ebben én úgy látom, hogy az utóbbi egy évben körülbelül van egy elég jelentős változás, és ez a Horthy korszak problematikája helyett a kereszténység védelme, az államalapítás, a Szent István hagyománynak az előtérbe állítása. Csak egy állásfoglalást idézek, miniszterelnökünktől, aki 2019. november 26-án a keresztény üldözésről szóló második konferencián a következőket mondta, azt a problémát járja körül, hogy hát miért is maradt fenn a magyarság, mikor mások meg nem maradtak fenn. A második keresztény üldözés konferencián. Hetente tartanak ilyen? Tessék? Hetente tartanak ilyen? Évente. Évente. A második keresztény azon. És a következőket mondta ezzel kapcsolatban, hogy Szent István látnok volt, fiának írott intelmei nekünk szóló személyes üzenetként értelmezhető. Ez a ma a magyarok politikai kézikönyvének minősíthető, ma is ebből dolgozunk. A másik, ami egészen friss állásfoglalás, ugyanabból a forrásból, hogy ugye a szakma kíváncsian várta, hogy milyen hivatalos előkészületek történnek majd Trianon emlékező századok évfordulójára. Aludni nem tudtunk. Tessék? Aludni nem tudtunk. Hát bizony. És, hát sok, és akkor most végre jött egy állásfoglalás, aminek az volt a lényege, hogy most a közép-európai közös erőfeszítéseket kell a politika előterébe állítani. Az emlékezést ne keverjük össze a trianonozással, szó szerint ez a szó hangzott el. Szerénységre, visszafogottságra intette a politikai első számú vezető a magyar közvéleményt és a politikus társakat. Na most én úgy gondolom, de mivel vitát akarok provokálni, hogy itt van egy hangsúlyváltás, tehát hogy mivel Szent Istvánról, bárban nagyon akarjuk róla is végtelen vitákat megtelenítésre tartani, de Szent István mégiscsak egy kevésbé vitatott személyiség, mint Horthy Miklós, és a bécsi döntések, meg egyáltalán meg a területi kérdések, az hogy másképp merül fel ezerben, mint a két világháború között. Tehát van egy ilyen hangsúlyváltás, és ennek az az oka, emlékezetpolitikai, történetpolitikai szempontból, hogy a hosszabb ideje hatalmon lévő politikai csoportok, így most is itt a Fidesz, ott nem a változtatási, hanem a stabilizálási képességét akarja előtérbe állítani. Tehát ugye, amikor meg akarom szerezni a hatalmat, vagy amikor még éppen csak megszereztem, akkor arra kell a hangsúlyt helyezni, hogy én milyen alternatívát tudok ajánlani, hogyan tudom megszervezni a változást. Amikor már hatalmon vagyok, és meg akarom tartani a hatalmat, akkor a konszolidációknak, a stabilizációnak a jelentőségét kell előtérni. És erre a legjobb példa, ami nem kudarcos, és jó sokáig tartó konszolidáció volt, ez Szent István. Tehát úgy tűnik, hogy ebben a vitában, hogy most akkor mit is kell egy adott pillanatban a kormányzati emlékezetpolitika középpontjába állítani, háttérbe szorul mind a holokauszt, mind a Horthy korszak általános problémája, és
konfliktusokat mond elkerülendő, vagy minimalizálandó. Most a magyar nemzeti teljesítménynek egy sokkal korábbi, az államalapítása, a kereszténység felvételek körüli jelentőségét kellett. Ez volt a második gondolat. A harmadik gondolat az, ami nagyon aktuális és nagyon elgondolkoztató, ami most a nemzetközileg, hogy mondjam, a 70. évforduló körül történik, ezzel nyilván követtétek a jeruzsálemi konferenciának a eseményét. Na most ez rendkívül érdekes, hiszen hát az egésznek, amennyire utána tudtam olvasni, hát nem voltam ott a szervezők között, amennyire utána tudtam olvasni, ez az egész Putyinnak az ötlete volt, ugyanis ugye az Auschwitz-i megemlékezésre, tehát a helyi emlékezésre már 2014 óta nem tudják meg Putyin, és úgy gondolta, hogy a Lengyelország felelősségét kell hangsúlyozni, és ugye van erre egy nagyon szép, de már régen ismert forrás, csak hát a közvélemény előtt kevésbé ismert, ez 1938. szeptember 20-án a gipszi külügyminiszternek a feljegyzése, amiben ugye azt írja, hogy ha a németek végrehajtják azt a tervet, amit a nagykövet. A berlini nagykövet feljegyzése, a külügyminiszternek, tehát a nagykövet feljegyzése, akkor Hitlernek szobrot kell majd állítani. Na most a Putyin ezt az elmúlt egy hónap vagy másfél hónapban ötször vagy hatszor különböző nemzetközi, meg nem nemzetközi eseményeken hozta elő, és ugye az előzményeknek ahhoz tartozik az is, hogy amikor ezt a jeruzsálemi konferenciát elkezdtük előkészíteni, akkor az urát, tehát a lengyel államfőt úgy hívták csak meg, hogy ő nem beszél el. Na most ezért ő lemondta, na most persze ennek is megvan a maga előzménye, azt ugye, hogy Lengyelországban hát, törvényellenesnek minősítették annak a nyilvános kijelentését, hogy Lengyelország, meg a lengyel társadalomnak, a lengyel politikának szerepe volt a zsidóság elleni fellépésekben, és a lengyelországi antiszemitizmusban, és hát nyilván ez így. De a meghatározó az volt, hogy ennek a jeruzsálemi konferenciának a fő éceszkében az mégiscsak Putyin volt, és egy olyan pillanatban, amikor az is fölmerült, hogy Oroszországot a biztonsági tanácsból is kizárják, ezért javasol most ő egy külön konferenciát a biztonsági tanácsban szereplő hatalmas részét. Tehát ő az orosz érdekérvényesítésnek egy sajátos új formáját választotta. Na, hogy ezt miért mondtam el, ezt nyilván meg. Azért, mert úgy gondolom, nem lehet elválasztani szerintem, és ez a tér vissza az első gondolathoz, de be is fejezem, nem mondhatjuk azt, hogy el kell különíteni a holokauszt kutatásnak a tettesekre koncentráló periódusát, a perekremű forrásokra koncentráló periódusát, hogy ezt el kellene különíteni ennek a politikai vonulatától, az emlékezet politikai vonulatától, az ego dokumentum mutatásától. Én úgy gondolom, hogy most ez a politikai vonulata nagyon is aktuális, nálunk is aktuális marad, és ezt párhuzamosan kell mind a szakmának, mind a mondjuk a közéleti szerepet is vállaló ebben a témában, a közéleti szerepet vállaló értelmiségeknek követni. Na most a közönség szórakoztatására egy kis videót hoztam, de lehet, hogy ismert. Ez 2012 áprilisában volt a parlamentben egy kis ünnepség, ahova egy etnográfus kolléga meghívott egy sámánt, és ez egy nagyon érdekes, sem mondjuk próbálja alátámasztani azt a tézisemet, hogy eltolódóban van az emlékezet politikai hangsúly, ugyanis ugye
a dualizmus idején épült parlamentben a horti korszakra emlékeztető egyenruhákban egy sámán fejezi ki tiszteletét a magyar korona előtt, ha beindul, ha leindul. Van 45 perces időkeret áll a rendelkezésre az előadásokhoz. Ebből eddig elhasználtunk 15 perces.
legalábbis a Németországból kiutasított lengyel zsidók, azok egy ilyen senki földjén voltak, mert nem fogadták be a lengyeleket. És ez most annak a lengyel pofának a neve nem jut, lengyel fickónak a neve nem jut eszembe, két von Rath, náci, párizsi követőhátos megölte, de ennek a szülei is ebben a senki földjén tartózkodtak, és ez ugye hát ez 38 nyarán volt, azt hiszem. Úgyhogy gyakorlatilag ez az elkeseredés is motiválta ezt az embert, de most a nevét... Grünspan. Úgyhogy ez valóban volt egy ilyen kölcsönös figura, azzal a differenciával, hogy a lengyelek azért ezt a Palesztinában való kivándorlást, ha már a lengyel zsidók Palesztinában való kivándorlását, a felszín alatt is, de támogatták. Tehát én nem azt mondom, hogy nem lehet egy hosszú listát összeállítani a lengyel antiszemitizmus történetéhez, de nem, én azt mondom, hogy ugye az a tézis, amit idegenes kollégák hangoztatnak, hogy el kell felejteni ezt a politikai megközelítését, meg emlékezett politikai, nagy politikai megközelítését ezeknek a problémáknak, hanem az egyéni emlékezetre, az ego dokumentumokra koncentráló kutatást kell. Én úgymond ezt nem szabad ellentétbe állítani, hiszen abszolút aktuális, és ez a legjobb példa azt mutatja, hogy a nagy politikában, a legnagyobb politikában milyen eszközzé vált ez az emlékezet most. Von István. Elnézést, hogy a szakmámokként beszeretnél kérdezni. A két kérdésem van, az egyik, hogy a rökeszmés antiszemitizmus reprezentánsaként indokolt-e Endre Lászlót említeni, aki egy totál jelentéktelen senki volt, egy szimpla filmkós. Nem lenne egy indokoltabb, telekipált megnevezni ennek az irányoknak a kérdés előjeként. Másik kérdésem pedig, hogyha a lengyelek annyira menekülnek, már a jelenlegi lengyel kormányzat, holokausztalt is elfelelősség ahol, akkor hogy számolnak el a jelpapjaim? Hát a második kérdésre nagyon egyszerű a válasz, mert elutasítják, tehát és akkor egyáltalán ennek az egész Young Ross körüli vitát nem akarják lefolytatni. Tehát elutasítják, tehát hogy a probléma nem létezik. Nem, de azt mondják, hogy ez egy elszigetelt és nem meghatározó jelenség. Ez a lengyel kisebbíteni akarja másoknak a felelősségét, és megkérdőjelezi a lengyel áldozatiságot, a zsidó és nem zsidó lengyel áldozatiságot. Tehát ezért is jött ez a 2018. januári törvény, hogy büntetnek számít mondjuk a lengyel felelősségnek az előtt. Az előző az egy érdekes és hosszú utános. Azt hiszem még a Tamás meg János akkor nem volt itt, mikor arra utaltam, hogy ha jól emlékszem, a Kovács Mari vezette be, de nem vagyok benne biztos, a pragmatikus és a rögeszmés antiszemitizmus közötti megkülönböztetést, és erre vonatkozik a kérdés, hogy mondjuk egy olyan hát nagy politikában jelentéktelen, de a végrehajtónak számítani az Endre Lászlót, lehet a rögeszmés antiszemitizmushoz. Ezek keverednek, tehát én azt hiszem, hogy ez egy jó, hogy van, mert ugye más azért, más amikor egy nagy politikusnak a tényleges tevékenységében tükröződik a kettőnek a keveréke, más az, amikor egy jelentéktelen valaki, aki csak végre van, arra húzzuk ezt rá, ez személyben is keveredhetnek. Tehát én a Marinak a példáit hoztam most fel,
Tehát ő például még a keresztes Fischer hozza például egy ilyen a pragmatikus antiszemitizmus képviselőinek. Szerintem ez egy olyan vonal, amiről érdemes vitatkozni. Tehát két kérdés, tehát egyet érdemes-e megkülönböztetni, kettő, hogyha megkülönböztetjük, akkor ugye elfogadjuk azt, hogy ez nem két teljesen különböző kategória, hanem ugyanazokban a személyiségekben, ugyanazokban a politikai mozgalmakban is keveredhet a kettő úgy, hogy hol az egyik előrében, hol a másikban, de a problémakör fogalmi megvalósításában azt hiszem segíthet. Állnak az értékelésében, hogy a helyzetek van szemben? Hát, én egy anekdótát tudok ebben kapcsolatban elmondani, mert elég nagy a téma irodalma. Annak idején, amikor 2004-ben fel akarták állítani a Teleki Pál szobrot, bizonyára mindannyian emlékeztek meg, és nyilván mutatok erre még hozzá a várban, akkor én még nagyon intenzíven dolgoztam együtt Kossuth Lajossal, aki három évvel később halt meg 2007-ben. És akkor és akkor ennek a, tehát az nem egyik pillanatban a másikra akarták felállítani azt a szobrot, hanem volt egy bizottság, amelyik ebben kapcsolatban állást foglalt, jóvá vagy hát javaslatot tett a költségvetésre, és ez két év alatt valósult meg. És abban a bizottságban jelen volt Gönc Árpád és Kossuth Lajos is. Tehát ezért én megkérdeztem, mivel napi kapcsolatban voltunk, hogy elnézést, professzor úr, miért tetszett hát ezt támogatni. És akkor ő azt mondta, ami sokan mások mondanak, de az ő szájából azért egy kicsit furcsának hangzott, akkor ő azt mondta, hogy hát ugye én Telekivel jóban voltam, ugye Teleki küldött engem Amerikába, és Teleki akkor nem tett mást, mint ugye a közvéleményben lévő antiszemitizmus törvény formájában kanalizálta. Na most ezt ismerjük, ezt a... Hát ezt sokan mondták. A magyar nép igazságérzet. Igen. Tehát, hogy egy olyan... Na most ez meglepő volt, de mindenképpen el akarom mondani, mint anekdótát, tehát hogy ez egy milyen összetett ez az egész, és hogy hogyan befolyásolja ez a dolog, milyen formátum embereket mondom. Tessék? Hogy hol van a szó? Balaton Földváron. Igen. Ott egy magán tergemánti magán. De akkor ez... A Horthy szobor a szabadság téren. Az is maga. Budapesten, igen. Igen, mert az egy... De Kendelesen volt a Lázár Jánosom, amikor az elvon bocsére. Ott volt kárdok. Ennél az Ablonczi Balázsnak a könyve, az